A tavalyi évben még a Megye 1-ben szerepelt a PTE Peac felnőtt férfi labdarúgó csapata. A szezon során 28 mérkőzésből 22-t megnyert, 4 alkalommal döntetlent játszott, és mindössze 2 meccsen kapott ki a fiatal együttes. Ennek köszönhetően sikerült bezsebelniük a bajnoki címet, és kiharcolták a feljutást az NB3-ba. Egy új időszak vette tehát kezdetét a Peac történetében. Július végén el is rajtolt a bajnokság, ahol a Majosi Ese vendégeként lépett pályára Lőrinc Antal együttese. Nem sikerült győzelemmel bemutatkozni, de búslakodásra nem sok idő maradt, hiszen pár napra rá már hazai közönség előtt fogadták a Kecskemét 2-es csapatát a fiúk. Az összecsapás 26. percéhez érve megszerezte első találatát a Peac Bohata Ádám révén. De szinte még meg sem ünnepelte a közönség a gólt, már jött is a következő. A 29. percben Makai Márknak sikerült betalálnia a vendégek kapujába, így már 2-0-ra vezetett Lőrinc Antal együtt. A szünetet követően sem hagyott a lába mérkőzés ritmusa, és sikerült megtartani a magabiztos előnyt. Sőt, a 90. percben Tóth Márk is eredményes volt, ezzel pedig beállította a 3-0-ás végeredményt. Lőrinc Antal tanítványai megszerezték első győzelmüket az NB3-ban, ráadásul hazai pályán. Óriási győzelmet aratunk, az első bajnoki mérkőzést ugye vereséggel kezdtük Majoson, ami egy nagyon, nagyon érzékeny pont volt nekünk, szerettünk volna jobban kezdeni. És ugye ez a második forduló itthon, a hazai pályán óriási energiákat kellett mozgósítanunk annak érdekében, hogy nyerjünk. Tudtuk, hogy fiatal csapattal érkezik a Kecskemét, de azt nem gondoltam volna, hogy ilyen stabilan és ilyen összeszedetten játszanak, ilyen taktikusan. Úgyhogy nagyon fontos 3 pontot szereztünk. Ezután is gratulálok a kecskeméti fiataloknak, és sok sikert kívánok nekik a továbbiakban. De az hatalmas dolog volt számunkra, hogy itthon tudtuk tartani a 3 pontot a hazai közönség előtt, és első győzelmüket szereztük meg az NB3-ban. A tervezett 6-7-es felkészülés helyett csak 4 hét állt rendelkezésére Lőrinc Antalnak, hogy felkészítse a csapatot a bajnokságra. A tavalyi keretből szinte alig maradt olyan játékos, aki tudta volna vállalni az NB3-as bajnoksággal járó kötelezettségeket és feladatokat, így teljesen új kerettel, 19 új játékossal vágtak neki a 2022-23-as szezonnak. Igen, nulláról kellett kezdenünk, hiszen a tavalyi bajnokcsapatból sokan nem vállalták az NB3-as szereplést, nem a képességek miatt elsősorban, hanem azért, mert nem tudták összeegyeztetni munkával, iskolával, stb. Ezért 19 új játékos kellett igazolnunk, úgyhogy 4 hetünk volt a felkészülésre, ami nagyon komplex 4 hét volt. És úgy döntöttünk, hogy egy kicsit bele is nyúlik az első bajnoki meccsekbe a felkészülésünk, mert ugye 6 héttel lehetett volna számolni, csak 4 hetünk volt az első bajnoki meccsig. Úgyhogy az első meccsnek ezt a kis tompaságát ennek is tudom be egyébként, de ezen a mérkőzésen mindenki egy igazából egységes oroszlánként, tehát igazából küzdött a győzelemért, és nagyon örülök annak, hogy sikerült.